Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós. Ezen a szép hétfő reggelen, napsütéses hétfő reggelen egyedül leszek a stúdióban, erre már régen volt egyébként precedens, szerencsére mostanában elég sokszor jártak vendégek nálunk. Ha jól számolom, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de most már időközben 100%-osan megbizonyosodtam róla, hogy ez a 180. szokolébresztő, képzeljétek el, hát a 180 az már fogból is sok, szokolébresztőből meg még inkább, tehát, hogy igen, és ennek megfelelő a téma is tulajdonképpen, hiszen a szokolébresztők tekintélyes részében az űrhajózás, űrkutatás történelméről volt szó, és hát ez ma sem lesz másképp. Van azért ennek némi aktualitása természetesen, hiszen nem mehetünk el amellett, hogy mi minden történik az űrhajózásban napjainkban, csak mivel ez egy viszonylag lassú reagálású műsor tekintve, hogy két hetente van, ezért nem mindig tudunk azonnal reagálni arra, ami történik az űrkutatásban. Ezt nagyon jól megteszik természetesen más platformok, gondoljunk például a Space Junkie-ra, vagy az űrvilág.hu-ra, és szerencsére egyre több olyan felület van, ahol egyrészt minőségi hírek formájában, másrészt pedig hát például a Space Junkie esetében élő közvetítések, YouTube közvetítések esetén is lehet követni, hogy mi minden történik, de hát természetesen a szokolébresztő erre annyira nem alkalmas. Úgyhogy mire például most műsorba kerülünk, most közben olyan dolgok történtek, mint például, hogy űrszonda szállt le ismét a Holdra, meg pedig olyan, ami 1972 óta Amerikából először ment föl olyan eszköz, ami hát Amerikában készült, és a Holdra simán leszállt. Na most a legutóbbi amerikai eredetű Holdra simán leszálló akármi, az az Apollo 17 volt 1972. decemberében, és ezt egy nagyon-nagyon hosszú szünet követte, hogy néhány héttel ezelőtt végül aztán sikeresen Holdra tudjon szállni az Intuitive Machines Odysseus, Odinak becézik egyébként, nem Odyssey, tehát nem Odysseia, hanem Odysseus, vagyis hát maga az Odysseus. Ez fontos kihangsúlyozni, mert ugye az elég balsorsú Apollo 13-nak az anyaűrhajóját még 1970-ben hívták Odysseynek, vagyis Odysseiának. Hát most ezt nem ugyanúgy nevezték el, ennyire nem kísértették a sorsot, hanem Odysseusnak, de hát a nevéhez méltó volt egyébként a küldetés, ugye Odysseus, aki ugye a trójai háború után ott hosszan hányódott, és aztán végül ide-oda elment a korabeli, hát lényegében bejárt a korabeli világot, mire aztán végül hazatalált Ithakába a feleségéhez. Tehát egy nagyon-nagyon, és hát aztán ott sem volt sima helyzet. Tehát a lényeg, hogy hát találó a név, mert hát az Odüsszeia az mindig valami forgandó szerencsével járó hosszú utazás, hogy csak a értelmező kéziszótárt felütjük, az Odüsszeia, mint átvitt értelemben vette kifejezés jelentésénél, hát akkor ezt találjuk. Hát ehhez méltó lett, mondom, a dolog, mert az Intuitive Machines űrszonda ugyan leszállt a Holdra, de. És akkor itt jön a megjegyzések rovat, tehát itt jön az apróbetűs rész, hogy ugyanakkor azonban ez a leszállás, ez koránt sem úgy sikerült, ahogy ezt eredetileg tervezték volna. Ami azt jelenti, hogy az űrszonda egészen konkrétan hát felborult a holdatérés közben, ami persze azt jelentette elsősorban, hogy annak ellenére, hogy minden idők legizgalmasabb és leglátványosabb holdra szállás élő közvetítését vártuk annak idején, illetve azt vártuk, hogy
hogy tényleg, ugye több kamerával, többek közt egy olyan kis kamerával figyeltük volna a Holdra szállást, ami a Holdra szálló űrszondából útközben, mint egy 30 méter magasan kilöködött volna egy másik kis eszköz, ami kívülről filmezte volna, hogy az űrszonda leérkezik a Holdra. Igen, gyönyörű felbontásban, és ez mind magának a Holdszondának a nagy jelerősségű antennával, amit aztán leszállás után szépen a Föld felé fordított volna, hazasugározta volna az űrszonda, és akkor hát gyönyörködtünk volna minden idők leglátványosabb Holdra szállás közvetítésében. Hát ennek nem így kellett történnie, mert az űrszonda ugyan elérte a Holdat, de úgy borult föl, hogy pont ez a bizonyos nagy nyereségű antenna ez lefelé nézett, ami azt jelenti, hogy semmiképp sem tudott a Föld felé fordulni onnantól kezdve. Egyébként érdekes, hogy ennek az antennának a mozgatására nem is terveztek olyan motort, hogy ez igazából annyira át tudott volna fordulni, hogy egy ilyen helyzetből a Föld felé fordulhasson. Szerencsére azért a napelemek kaptak annyi napfényt, hogy az űrszonda elkezdett ugyan adatokat sugározni, csak éppen nem azon a nagy jelerőségű antennán, hanem az icipici kis, hát mondhatjuk úgy, hogy tartalék antennán, ami egy omnidirectional, tehát egy minden irányba sugárzó kis tartalék antenna volt, de hát éppen ennek megfelelően, mint hogy minden irányba sugároz, és hát azért a Hold egén a Föld az icipici ám, ugye egy kinyújtott kezünkben akkorának tűnik a Hold egén, mint egy teniszlabda, vagyis hát a Hold egén akkorának tűnik, mint a kinyújtott kezünkben a teniszlabda. Egy szó mint száz, a minden irányba sugárzó antennából a Földre jutó jelerősség az persze nagyon kicsi, és ennek megfelelően, hogyha értelmes jelerősséget akar az ember kapni erre a kicsi területre, akkor viszont persze a sáv szélességet kell lecsökkenteni, ennek megfelelően irdatlan lassan vánszorgott át az adat, úgyhogy korán le kellett mondani mindazokról a fantasztikus minőségű felvételekről, amik valószínűleg elkészültek amúgy a leszállás során, de nem volt lehetőség, hogy az űrszonda a működésének a néhány napja alatt azt le tudja küldeni, és utána meg ráborult a holdi éjszaka. A Holdon ugye 14 napon keresztül tök sötét van, aztán 14 nappal később újra fölkel a nap. Ezt a tök sötét időszakot egyébként a szonda még nem vészelte át, mert ez még most van, tehát a szonda leszálló helyén az adás készültének a pillanatában még mindig nem kelt fel a nap, ami azt jelenti, hogy bizony-bizony előfordulhat, hogy még ez az űrszonda esetleg életre kell, ahogy ezt egyébként a korábbi idei Holdra szállás is, a Japán Slim is tette, ami meglepően hasonló sztorival végződött. Ugye ott is sikerült ugyan a leszállás, de ott konkrétan fejjel lefelé ért a Holdra az űrszonda, úgyhogy ott sem sikerült teljesen megoldani a dolgot. Ennek megfelelően egyébként megint csak problémás volt a dolog, mert ott még a napelem is olyan irányba fordult, hogy nem sütött rá rögtön jó irányból a nap, úgyhogy még várni kellett majdnem egy hetet, mire elkezdett a leszállás után csorogni valami. Tehát addig éppen csak annyit lehetett tudni, hogy az űrszonda túlélte a Holdra szállást, mert küldött egy folyamatos rádióvívőjelet, de ennél több adat nem nagyon volt. Egészen addig, amíg végül a lemenő nap olyan helyzetbe került a leszállóhely térségében, hogy éppen jól rávilágított, a fejjel lefelé és az eredeti tervhez képest nem csak fejjel lefelé, hanem még az eredeti napirányhoz képest, a tervezethez képest még egy jó 90 fokkal elfordult űrszondának a napelemére rásütött a nap olyan irányba, hogy elég kakaót tudjon termelni. Szerencsére itt legalább az antennát sikerült úgy a Föld felé fordítani, hogy itt azért jöttek adatok, és jönnek is, mert egyébként ez az űrszonda csodák csodájára átvészelte a két hetes holdi éjszakát, és ez a japán űrszonda felébredt. Na de ugye ez a kettő, hát mondjuk, hogy siker egyébként, hiszen ezek tényleg simán leszálltak a Holdra, meg használható adatokat is küldtek onnan, de hát még ezek sem úgy sikerültek, ahogy a nagykönyvben meg volt írva, hogy enyhén fejezzem ki magam, és azelőtt is, ugye a 2023 augusztusa óta ugye elég sok űrszonda indult volna innen, onnan a Holdra, sőt indult is, gondoljunk az orosz Duna 25-re, vagy az indiai Chandrayaan 3-ra, ott volt még az amerikai Peregrine leszállóegység kísérlet is, ami egyébként szintén egy magáncég, ezt nem hangsúlyoztam elég, egy magáncégnek a Holdra szálló egysége lett volna, de hát a Holdnak a közelébe se jutott sajnos, mert már útközben lényegében felrobbant az egyik hajtóanyag tartálya, és hát ilyen módon aztán a Hold közelébe sem tudott eljutni, hanem tett egy szép tiszteletkört, és aztán elégett a Föld légkörében.
A Luna 25-öt mondtam, hát az orosz holdszonda becsapódott a Holdba. A Chandrayaan 3 az sikerrel jár, de hát azért nézzük végig, tehát az elmúlt évnek az ilyen holdi sima leszállást célzó űreszközei közül azért sokkal több volt sikertelen, mint nem. És hát ilyenkor azért joggal merül fel a kérdés, amivel magam is gyakran találkoztam, például ilyen Facebook kommentek, YouTube kommentek, és egyéb hallgatói levelek, és egyéb érdeklődések formájában, hogy a túróban lehetséges az, hogy ma ennyire nehéz leszállni a Holdra, amikor hát emberek sétálgattak a Holdon 69 és 72 között, illetve hát azelőtt már 1966 óta az emberiség elméletileg birtokában van annak a tudásnak, hogy hogyan kell egy űreszközzel, tehát egy automata űrszondával leszállni a Holdra. Hogy lehet, hogy ez most mégis ennyire nehezen megy, amikor 2024-et írunk? Hát ugye ehhez persze több megjegyzést kell és lehet is tenni. Az első számú megjegyzés az, hogy a technológia fejlődése az korán sem folytonos, tehát egyáltalán nem az a helyzet, és ez egy fontos felkiáltójel bármilyen területén az életnek, hogy az nem úgy van, hogy 50 évvel rendelkezett az emberiség valamiféle tudással, vagy az emberiség egy része valamilyen tudással, és akkor az úgy magától meg is marad. Tehát azon, hogy a tudás az megmaradjon, ahhoz folyamatosan fenn kell tartani, az energiabefektetést igényel, az folyamatos kapcsolatot igényel például azokkal, akik annak idején a sikeres holdraszállásokat csinálták, és a mai mérnökökkel. Hogyha generációk maradnak ki, akkor igazából teljesen mindegy, hogy a 60-as években valami sikerült, hogyha az nem egy élő tudás, akkor lényegében szinte mindent újra kell kezdeni. Azért csak szinte, mert természetesen azért rengeteg dokumentáció van azokból a hősi időkből, meg hát bár többnyire nyugdíjasok, de még mindig élnek köztünk olyanok, szerencsére, akik részt vettek a korabeli nagy tervekben, de azért ezt fontos észben tartani, hogy hát attól még, hogy valami sikerült a 60-as években, hogyha azóta például az Egyesült Államok mondta, hogy 1972 óta egyáltalán nem is terveztek olyan eszközt, aminek simán le kellett volna szállni a Holdra, hát akkor bizony nem kell azon csodálkoznunk, hogy ilyen módon lényegében újra fel kell találni a kereket, ha úgy tetszik, vagy ha nem is a kereket, de legalább a Holdra simán leszálló dolgokat, ezt mindenképpen. Aztán az sem igaz egyébként, hogy hát a 60-as években minden annyira egyszerűen ment volna, és erről fog szólni a mai adás, tehát hogy hogyan történt az, amikor tényleg egyébként elképesztő módszerekkel, amint látni, meg amint hallani fogjuk, hát rádió műsor, tehát ahogy majd elmesélem, azért főleg analóg technikával egészen elképesztő módon sikeresen egyébként, egészen elképesztő sikerességi rátával működött például az amerikaiak Surveyor holdra szállási programja, de hát rögtön mellé kell tenni, hogy, és mellé is fogom tenni, hogy azért az amerikaiak másik űrszondás hold programja, a Ranger, vagy éppen a szovjetek Luna programja, az egyáltalán nem büszkélhetett olyan sikerességi rátával, ami jobb lenne, mint ami mostanában van. És persze a harmadik dolog, amit meg kell jegyeznünk, nyilván, amikor összehasonlítjuk a 60-as évek helyzetét a mostani helyzettel, hogy hát azért abszolút nem ugyanazok sem a politikai, sem a gazdasági peremfeltételek. Tehát lényegében, amikor elhatározta a Kennedy elnök Amerikában, hogy az Egyesült Államoknak 1970-re embert kell juttatni a Holdra, az lényegében azt jelentette, lefordítva a dolgot, hogy mostantól korlátlan mennyiségű pénz áll rendelkezésetekre, mert másképp egyébként nem lehet egy ilyen lehetetlenül rövid, kevesebb, a bejelentés pillanatában azt jelentette ez, hogy 8,5 éven belül tessék embert küldeni a Holdra. Mindez akkor hangzott el, amikor nemhogy ember, hanem még amerikai űrszonda sem érte el a Holdat, de még becsapódva sem. Tehát, hogy egyáltalán nem. Arról nem is beszélve, hogy abban a pillanatban az amerikai emberek összesen 5 percet töltöttek az űrben. Egy 15 perces űrrepülést hajtott végre Alan Shepard, és itt tartott az amerikai űrkutatás 1961 májusában, amikor Kennedy elnök megtette ezt a bejelentést. Na most természetesen a Szovjetunióban is hasonló a helyzet. A Kennedy bejelentés, ami lényegében egy következménye volt annak, hogy a Gagarin megelőzte az amerikaiakat az űrben, tehát ha nem így lett
volna, akkor talán már ott vége lett volna az űrversenynek, de hát így kellett történnie, hogy a Gagarin volt az első, megérdemeltem, és hát innentől kezdve persze a Kennedy feltette a lécet, hogy ember a Holdra, nyilván onnantól kezdve a szovjetek sem tehettek mást, hát akkor meg kell előzniük Amerikát a Holdon. És meg is előzték Amerikát a Holdon, noha nem emberrel, de például abban, hogy kirakott először olyan űrszondát a Holdra, ami simán leérkezik, és adatokat tud továbbítani a felszínről. Na most, ez sem volt egy egyszerű menet. 1966. február elején szállt le a Luna 9 nevű eszköz a Holdra. Amúgy szintén szovjet elsőség volt, persze, hogy még az 50-es évek legvégén, 1959-ben a szovjetek találták el először a Holdat. Ugye az egy becsapódás volt, a Luna 2 nevezetű űrszonda volt, ami elérte a Holdat. Ezt egészen konkrétan abból lehetett tudni, hogy egy folytonos sípoló rádiójelet küldött az űrszonda, majd amikor az a rádiójel megszakadt, pont abban a másodpercben, amikor kellett, az egyértelműen jelezte, hogy sikerült eltalálni a Holdat, hát ez önmagában egy nagy bravúr volt. Egyébként, hogy hol találta el a Luna 2 a Holdat, ez egy érdekes kis színes, ezt az 1959-es történelmi eseményt, hogy hol kell a Holdon elképzelnünk, hát az Autolycus kráter közelében kell elképzelnünk, de ezt onnan tudjuk, hogy a Schwab-hegyi csillagdából Lovas Miklós csillagász megfigyelte távcsővel, és ő volt az, aki pontosan a becsapódás pillanatában észlelte, nyilván nem magát a pici űrszondát, hanem az űrszonda által felvert nem is olyan pici porfelhőt, ami aztán szépen lassan ülepedett le, tehát egy kis lokális elszíneződésként lehetett ott látni a Holdon, és ez alapján jelölik mind a mai napig a térképeken, hogy a Luna 2 hol érte el a Holdat, tehát hol jutott el először ember alkotta tárgy a Holdra. Tehát ez 1959-ben volt, egyébként 10 évvel az emberi Holdra szállás előtt, de ez nem volt egy sima leszállás. Tehát ez mondom, hogy csak neki repült a Holdnak, és széttört apró darabokra, felvert egy akkora porfelhőt, hogy az még Schwab-hegyről is látszott, ugye. Na, tehát a Holdon felvert egy akkora felhőt, hogy még a Földről is látszott. Na, és hát ugye az a helyzet, hogy ez még így önmagában kevés, úgyhogy a szovjetek pontosan a Luna 2 út, jó, a Luna 3 az meg egy nagy gurítás volt, lefényképezte a Hold túlsó oldalát, de onnantól kezdve ők arra gyúrtak, hogy csináljanak egy sima leszállást a Holdra. Na most a Luna 4, 5, 6, 7 és 8 azok olyan űrszondák voltak, amelyek ezt megpróbálták, de nem sikerült nekik. Mindannyian, ha egyáltalán elérték a Holdat, akkor becsapódtak, pont úgy, mint a Luna 2, csak hát itt már nem ez volt a feladat. Egyébként még ennél is több űrszonda járt pórul, csak azokat nem jelentették be az oroszok, mert jó szokásuk szerint, hogyha az az űrszonda annyira kudarcos volt, hogy még a föld körüli pályát sem tudta elhagyni, akkor nem is mondták, hogy amúgy ez egy holdszonda lenne, hanem akkor szépen olyan nevet adtak neki, hogy ne legyen gyanús. Ezek rendszerint a Kozmosz nevű, mindent magába foglaló, rendkívül gyanús űrszonda, vagy műhold sorozat, több száz, akkor még több száz, ma már több ezer tagját gyarapították ezek a sikertelen próbálkozások, de nagyjából mire 1966. február 3-án a Luna 9 sikeresen leszállt a Holdra, egy szovjet űrszonda, az már a 12. ilyen próbálkozás volt mindent egybevetve, amiről tudunk. Ami azt jelenti, hogy hát azért egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a 60-as években mennyire jól ment a dolog, hát ez egy bőven 10% alatti sikerességi ráta volt. Hozzátéve még egyszer, hogy annak idején teljesen más peremfeltételekkel dolgoztak, tehát azt mondta, még Hruscsov ugye mondta, hogy nálunk úgy jönnek le a rakéták a futószalagról, mint a kolbász a gyárban, ilyen értelemben a fejlesztési folyamat az nem állhatott meg, hát ha most nem sikerült, akkor egy hónap múlva, amikor a Hold megint kedvező helyzetben lesz, próbáljátok újra. Hát kb. Ez volt a terv. Na most az amerikai tervek egyébként hasonló szellemben zajlottak, de Amerikában nem is egy, hanem rögtön kettő űrszondás holdprogramot is kitaláltak. Ezeket a Jet Propulsion Laboratory JPL gondozta. Ugye a JPL az egy legendás intézmény, idősebb, mint a NASA. Ugye ez a kaliforniai, a Caltech, tehát a California Institute of Technology mellett alakult meg. Tehát Pasadena-ban, Kaliforniában, Los Angeles-től nem messze, és az alapítói között egyébként ott találjuk ugye Kármán Tódort,
De ez még jóval a NASA előtt volt, tehát ez, ahogy a neve is sugallja, Jet Propulsion Laboratory, ez valaha a sugárhajtás fejlesztésének volt egy laboratóriuma, ami ma úgy mondanák, hogy kísérleti rakétákat építettek ott, és ez így is volt, de aztán nem ettől váltak híressé, hanem amikor a NASA-nak a részévé váltak a NASA megalakulásakor, vagyis az 1950-es évek legvégén, létrehozták ezt a Nemzeti Légügyi és űrhivatalt, akkor onnantól kezdve a rakétafejlesztés az már nem a JPL-ben zajlott, tehát ott a nevét megtartotta a Jet Propulsion Laboratory, de egyáltalán nem erről szólt, hanem azt a feladatkört kapta a NASA-n belül, hogy itt elsősorban az automatikus űreszközök, űrszondák és tudományos célú műholdak kifejlesztése lesz ennek a csapatnak a fő feladata. És hát az egyik első ilyen az a Ranger program volt. A Ranger programot az 1950-es évek legvégén határozták el, tehát éppen csak megalakult a NASA, és akkor azt mondták, hogy legyen egy Ranger program. Na most a Ranger program az nem elsősorban a fő témája a mai adásnak, de mindenképp el kell mondani, hogy hát ennek a programnak a keretében tervezték az amerikaiak először, hogy valami simán elérje a hold felszínét, mert mint egy tudományos műszercsomag úgy, hogy ez a leérkezés után működőképes maradjon. Itt nem fényképező űrszondáról lett volna szó ebben az esetben, hanem egy 43 kilós szeizmométerekből álló tudományos csomag lett volna, ami érdekes módon egy kemény leszállással szállt volna le a Holdra, ami azt jelenti, hogy nem nagyon lassítva rakéták által, bár egy kicsit azért igen, de koránt se annyira, hogy például egy embert vagy egy érzékenyebb műszert bele lehessen tenni, és nem ilyen lábakon való leszállásról lett volna itt szó, hanem egészen konkrétan balzafából, ami egy nagyon rugalmas és ütésálló anyag, balzafából készítettek egy ilyen nagy-nagy golyót, és ennek a golyónak kellett volna rá pottyanni a hold felszínére, és az volt a terv, hogy esetleg a szeizmométer csomag, ami ebben benne van, az túléli. Egyébként ez a Ranger űrszondáknak az csak az egyik típusa volt, a Ranger űrszondából 9-et indítottak, ha jól emlékszem, 1962 és 64-65 között, és baromira nem voltak sikeresek ezek a próbálkozások. Például ez az három olyanból, ami ilyen balzafa, ilyen gömb alakú balzafa pattogó gumilabda, vagy nem gumi, hanem balzafa, szóval pattogó balzafa labda leszálló egységet, leszálló csomagot vitt volna magával, azok egyike sem volt sikeres. A Ranger űrszondák közül csak a 7-8-9 az utolsó három volt a sikeres, de akkor már letettek erről, hogy ilyen leszálló egységet is vigyenek, hanem az utolsó három Ranger az egész egyszerűen azt a feladatot kapta, hogy egy televíziós kamerával élőben közvetítsék, ahogy becsapódnak a Holdra. Tehát itt esély sem volt arra, hogy ez a fajta konfiguráció ez túléli a becsapódást, hanem csak rátettek egy böszme nagy ilyen irányított antennát, és egy tévékamerát, és egyszerűen az volt a feladat, hogy amint esik rá a Holdra az űrszonda, küldjön folyamatos tévéképet arról, hogy milyen a felszín finom szerkezete, és valóban hát az utolsó képkockák azok lényegében mondjuk 100 méteres magasságból készültek a hold felszínéről, aztán utána becsapódott a szonda és megszűnt az adás. Tehát a Ranger űrszondáknak az utolsó három tagja a 9-ből az sikeres volt, az azt megelőző 6 szonda az teljesen sikertelen volt, beleértve azokat is, amik ilyen leszálló szeizmométeres csomagokat vittek volna. Na de ez csak az egyik program volt, és a JPL, a Jet Propulsion Laboratory gondozott egy másik programot is, ami 1960-ban kapott engedélyt, 1960 májusában hagyták jóvá, hogy legyen a Surveyor program. A Surveyor az térképészt jelent, és jól mutatja, hogy itt a Holdnak a feltérképezése lett volna a feladat. Ráadásul a Surveyor program az eredeti állapotában magában foglalt volna leszálló és keringő egységeket is. Ezeket Surveyor A és Surveyor B néven hívták volna. Az A típus, az A jelű lett volna a leszálló szonda, ami már szépen puhán három lábon rakétás leszállással elérte volna a Hold felszínét, és a Surveyor B lett volna a Hold körül keringő változat, ami nagy felbontású képeket készített volna. Na most közben
Ja, és egyébként még fontos, hogy az eredeti elképzelés szerint mintegy 150 kg-nál is több tudományos felszerelés lett volna a leszálló szondákon. A korabeli dokumentum azt mutatja, hogy, sőt, ilyen építettek is ilyen próbapéldányt, ami mutatja, hogy mennyire meglettek volna pakolva tudományos műszerekkel ezek a leszálló egységek. Lett volna rajta egy holdi fúró például, ami másfél méter mélyre lefúrt volna, hogy mintát vegyen a hold belsejéből. Ezt a mintát, amit nem hozta volna haza, csak ott értékelte volna ki valamilyen módon. Lett volna persze ennek megfelelően benne valami spektrométer, többféle tévékamera, és mindenféle. Hát igen, összességében tényleg több mint 150 kg-nyi tudományos felszerelést itt volna, és az volt az ötlet, hogy hát ez lesz a hold kikutatásának a nagy, hát hogy mondjam, csak zászlós hajója, ez lesz a nagy hold program, a nagy amerikai űrszondás hold program. Igen ám, de két dolog történt. Hát legelsősorban az történt, hogy, hogy Kennedy megtette azt az ominózus bejelentést, hogy már pedig itt tessék embert küldeni a Holdra. Ennek megfelelően az összes folyamatban lévő fejlesztési programot át kellett dolgozni, hogy most már nem maga a surveyor, mint lár pur lár, hogy a cél, hogy hát felterítsük a Holdat és tanuljunk meg róla érdekes dolgokat, hanem ennek az egész szonda sorozatnak az lesz az elsődleges feladata, és azok a feladatok kapnak prioritást, amelyek az emberi leszállás előkészítését tudják segíteni. Ne felejtsük el, hogy a 60-as évek elején még az sem volt egyáltalán egy lefutott ügy, hogy vajon a Holdon nem süllyed-e el valami, ami oda leszáll. Tehát bizony voltak olyan elméletek, amik azt mutatták, hogy a Holdon ugye óriási hőingadozás van, ez igaz is, hogy ahova odasüt a napot, plusz 150 fokos a felszín, ahova nem süt oda, hogy gyorsan lehull, mínusz 150 fokra, ugye nincs levegő a Holdon, vagy légkör, ami ilyen módon kiegyenlíteni a hőmérséklet különbségeket, és hát ennek megfelelően az óriási hőingadozás ez bizony porlasztja a kőzeteket, ez valóban így is van, és éppen emiatt borítja a Hold felszínét ez a hát köznyelvben holdpornak nevezett anyag, ugye a geológusok ettől agybajt kapnak, hogy ezt bizony regolitnak kell hívni szerintük. A lényeg, hogy a regolit az nem más, mint a nagy hőingadozás során felaprózódott kőzet, ami a Holdat borítja, és persze kérdés volt, hogy ennek a regolitnak milyen az állaga. Tehát elképzelhető lehet, hogy ez annyira finom szemcsés, szinte folyadékszerű és olyan mély réteget alkot, hogy bármi, amit leteszünk a Holdra, az rögtön el is süllyed, mint ha valami folyadékban lenne. Hát mielőtt embert juttatnak a Holdra, hát legalább ezt ki kellett próbálni. Úgyhogy már csak ezért is valaminek le kellett szállni a Holdra, és megnézni, hogy elsüllyed-e vagy sem. Na most ilyen szintű kérdések voltak, meg hogy tényleg milyen a talaj szerkezete, mondjuk ehhez például bele kellett kaparászni a talajba, vagy egyáltalán hogy néz ki a felszín? Tele van-e akkora köve? Ha nem lehet benne elsüllyedni, oké, de mondjuk akkora kövek vannak mindenhol, hogy nehéz oda leszállni, vagy vannak olyan nagy sík területek, ahol nincsenek kövek. És tehát egy ilyen alapvető dolgokat nem lehetett tudni. Ezeknek egyébként a Ranger űrszondáknak a korai felvételei alapján sem lehetett egyértelműen megtudni, milyen a Hold felszín szerkezete, ehhez bizony oda le kellett szállni. Na de például az olyan feladatok, mint hogy másfél méterrel a Hold felszín alatt milyen a hőáramlás, meg ilyesmi, amit a Surveyor program eredetileg vizsgált volna, hát ez például olyan tudományos kérdés volt, ami rögtön másodrendűvé vált, főleg, hogyha úgy is mennek az emberek, akik mindenfélét tudnak majd ott csinálni. Tehát a Surveyor előlépett egy ilyen, vagyis hátralépett, nem tudom, attól függ, onnan nézzük. Szóval átterveződött a Surveyor ilyenre, hogy hát itt akkor az emberek leszállásának előkészítése lesz a cél. Na most közben párhuzamosan ment a Ranger program, ami 1962 óta próbálkoztak elérni a Holdat. És hát ugye mondtam, hogy hát ott bizony nem mondható, hogy sikert sikerre halmoztak. A NASA ettől meg is ijedt egy kicsit a vezetőség, és azt mondta, hogy hát a Surveyor programnak legalább akkor a keringő egységei helyett inkább megbízták a Langley Research Center-t, vagyis egy másik NASA űrközpontot, hogy ők is fejlesztenek egy hold körül keringő űrszondát, ebből lett a Lunar Orbiter program,
hogy legalább ne a Surveyor program vállán nyugodjon, hát ne a JPL-nek, aki így is eleget szívott a Ranger szondák sikertelenségével, hogy nehogy meg a Hold körül keringő űrszondával, tehát nem mindent egy lóra tegyenek föl, úgymond. Tehát, hogy nem elég, hogy a Ranger-rel problémák voltak, a Surveyor leszálló egységeket fejlesztették, de hogy még a Hold körül keringő fényképező szondákat is a JPL csinálja, az már túl kockázatosnak tűnhetett, úgyhogy szépen eltörölték a Surveyor B programot, vagyis a Hold körül keringő űrszondák fényképező szondák tervét, ami szintén rendkívül fontos volt, hiszen ezeknek a felvételei alapján kellett aztán az emberek leszállóhelyét kijelölni. És akkor ezt ehelyett megbízták a Langley Research Center-t a Virginiában, tehát a másik parton, hogy ők fejlesztenek ki egy Hold körül keringő fényképező szondát, tök függetlenül a Surveyor programtól, ez lett a Lunar Orbiter program, ami egyébként elég sikeres volt. Na de a Surveyor program is meglepően sikeres volt, tehát a Rangerek kudarc sorozata után szinte váratlannak tűnhet, hogy 1966 májusában, vagyis a szovjetek után 4 hónappal, a Luna 9 leszállása után 4 hónappal az amerikai Surveyor 1, tehát rögtön a legelső Surveyor űrszonda is sikerrel járt. Na de hogyan kell elképzelni ezt a küldetést, és hogyan lehetett ezt a 60-as évek technikájával meccselni? Először néhány szó a Luna 9-ről. A Luna 9, amiről mondtam, hogy 12. vagy 13. próbálkozásra sikerült végül szegény szovjeteknek elérni a Holdat, azt úgy kell elképzelni, hogy van egy rakétával lassított leszálló egység, egy fékező rakéta, ami egészen konkrétan becsapódik a Holdra, mert annyira nem fékeződik le, hogy az puhán leszálljon, viszont a becsapódás előtti másodpercekben, vagy tized másodpercekben inkább lelöködik a tetejéről egy felfújt pattogó gumilabda. Ez nem barzafából van, mint a Rangerek leszálló egysége, de egy hasonló koncepció. Tehát ugyanaz a lényeg, hogy ütésálló módon egy nagy golyóba belsejében, ez esetben egy felfújt lufi belsejében, vagy egy felfújt labda belsejében volt maga a műszercsomag. Az addig-addig pattogott, amíg szépen meg nem állt, aztán kiengedték belőle a levegőt, és akkor kibontotta a kis szirmait, ez a gumilabdák belsejében elhelyezkedő kis űrszonda, ez volt a Luna 9, ez szépen szétnyílt, ennek nem voltak tehát lábai vagy ilyesmi, hanem egy kis tojás alakú dolog volt, aminek a teteje egy ciromszerűen szét tudott nyílni, miután megállapodott a gumilabda belsejében, és akkor onnan csinált körpanorámát, és haza küldte a Földre. Lényegében ennyi volt a feladat, aztán ez később megismételte a Luna 13, az vitt még egy műszert, ami egy penetrométer volt, ami jelesül, ez is 1966-ban volt, tehát még abban az évben, ami annyit csinált, hogy benyomott egy tűt a Hold felszínbe, és mérte, hogy ez mennyi áramba került, tehát hogy mennyi... Tehát lényegében a talaj mechanikai ellenállását lehetett ezzel meghatározni, mert persze a szovjeteket is nagyon érdekelte a nagy kérdés, hogy vajon elsüllyedne az űrszonda, vagy az emberük a Holdon. Szóval ez volt a Luna program, tehát a Luna az ilyen értelemben csak korlátozottan tekinthető sikeres, vagyis sima leszállásnak, sikeresnek mindenképpen, de simának nem, hiszen ez olyan módon érte el a felszínt ez a pattogó gumilabda, hogy ugyan működött a műszercsomag, de például az emberes program szempontjából előkísérletnek ez nem tekinthető, mert hát a Szovjetunióban sem úgy tervezték az emberek Holdra szállását, hogy pattogó gumilabdákban érik el a felszínt. Úgyhogy ilyen értelemben tudományosan a Hold felderítése szempontjából persze tök jó előkísérlet, de például a rakétás leszállás, meg lábakra történő leszállás kipróbálása az ilyen módon a Luna 9-el például nem volt lehetséges. A Surveyorral viszont igen, tehát a Surveyor egy nagyon szép űrszonda volt, egy nagyon könnyű alumíniumvázas szerkezetre, egy ilyen egyébként 3 méter magas, és a kinyújtott lábaival ilyen 4,5 méter széles, tehát egy elég nagy, jó nagy méretű űrszonda volt, de egy nagyon könnyű, ilyen 21 néhány kilós volt csak a váz szerkezete, ilyen alumínium vászszerkezet, ami egy... Hát én mindig azt mondom, hogy egy virágállványra hasonlít az egész, de hát egy ilyen tetraéderes szerkezetű valami, 3 lábbal, a tetején egy irányított antenna és egy napelemtábla, és hát ennek kellett eljutni a Holdra.
és erre aggattak rá mindenféle tudományos műszert és fékező rakétákat és egyebeket. A tudományos műszer az az első kísérlet esetében az elég minimalista volt. A Surveyor 1-nek az egyetlen valódi tudományos műszere az egy kamera volt. Bérci Szaniszló mesélt amúgy erről, mert a Surveyor tervek a 2-vel ezelőtti adásban, a 178. adásban Bérci Szaniszló elmondta, hogy a Surveyor űrszondák terveit elküldték neki még gimnazista korában Amerikából, és később ezen tervek alapján egyetemistákkal épít egy gyakorló űrszondát, már felnőtt fejjel, ami a Hunvejor, mennyivel Hun, mint Hungary, és akkor a Surveyorból összevonult a Hunvejor nevet kapta. Szóval ő is mesélt arról, hogy milyen volt ez a kamera. A kamera az egyetlen egy fölfele néző kamera volt, ami periszkópszerűen mozgó tükröt, ami fölött egy periszkópszerűen mozgatható és billegtethető több irányba forgatható tükröt helyeztek el, tehát ilyen módon nem maga a kamera forgott, hanem ez a tükör, és ilyen módon lehetett nagy panorámaképeket készíteni, hát ezt csinálta a Surveyor 1. Na most, hogyan indult el a Surveyor 1 a Holdra? Hát ez érdekes, ugye az Atlas interkontinentális ballisztikus rakétának az űrhajózásra átalakított változata volt a hordozó rakéta, ami itt kiegészült a Centaur nevű gyorsító fokozattal, ami hát akkor egy teljesen újfajta fejlesztés volt, azóta is orbaszájban használják, például ennek egy későbbi leszármazott, tehát későbbi változatát használta már idén is a Peregrine holdszonda, ami ugye ott a Vulkán rakétára szerelt második fokozatként vitte magával a Centaur, de a Centaur az tényleg egy igazi igáslova az űrhajózásnak, és egyébként arról is nevezetes, hogy ez volt az első hidrogén-oxigén hajtóanyagot használó amerikai, sőt, az emberek által épített első hidrogén-oxigénes rakétafokozat. Ugye a hidrogén-oxigén az a durranó gáz elegy, tehát 2-1 arányban kerülünk hidrogén-oxigént, egymás jelenlétében víz keletkezik, és felszabadul egy csomó energia. Ez löki előre a rakétát, ez egy nagyszerű rakétaüzemanyag kombináció. És hát ez volt az Atlas rakétára szerelt második fokozat. Na most a Centaurnak volt egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy ezt olyanra tervezték, hogy ezt később többször is be lehessen indítani, ezt a rakéta fokozatot, ami azért volt nagyon jó, mert a Surveyor esetében ez nagy szabadságot adott arra nézve, hogy mikor lehet elindítani az űrszondát a Holdra. Ugye valami miatt, pontosan azt szerintem a rádió követő állomások miatt a Surveyor űrszondákat olyan pályán indították el Floridából, hogy olyan dél-kelet felé indultak, tehát nem észak-kelet, hanem dél-kelet felé indultak el Floridából. Ez azt jelenti, hogy ugye nyilván a repülési irány az meghatározza, tehát ahogy amilyen irányba indul el a rakéta, mivel hogy hát lényegében a Föld gravitációs terében mozog, és a Föld gravitációs terében a mozgások való, hogyha más nem hat rájuk, akkor a sík mozgások, egyébként eldobok egy labdát, és most mondom, a légellenállástól eltekintünk, hogy ne legyen csavart labda, meg ilyenek, hát ha eldobok egy követ, vagy bármit, akkor ez egy olyan pályát ír le, ami egy síkban van, és ugyanez érvényes az űrszondákra is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én dél-kelet felé indítom el az űrszondát, akkor is, hogyha a Holdat célzom meg vele, azzal csak úgy lehet eltalálni a Holdat, hogyha a Hold éppen abban az időszakban, amikor a start van, akkor az egyenlítőtől délre helyezkedik el. Na most persze a Hold az egyenlítőhöz képest az időnek a felében az égi egyenlítőtől északra van a Hold, az idő másik felében az égi egyenlítőtől délre van. Viszont, hogyha lehetne csinálni olyat, hogy előbb az űrszonda nem direkt repül a Hold felé, hanem előbb kering egyet a Föld körül, és a Föld körüli pályán ízlés szerint bármelyik időpillanatban be lehet gyűjteni a rakétát, tehát egy ilyen parkoló pályára tud állni az űrszonda előbb a Föld körül, és ki lehet várni a megfelelő időpillanatot, hogy be lehessen gyújtani a rakétát, és akkor onnan indulunk el a Hold felé. Na ez lehetővé teszi, hogy lényegében bármikor lehessen űrszondát indítani a Holdhoz. Na most ezt tette lehetővé az a tény, hogy a Centaur rakétafokozatot kétszer lehetett indítani legalább. Tehát mivel a Centaur rakétafokozat akkor még egy teljesen új fejlesztés volt, és kicsit megbízhatatlan, ezért a legelső kettő Surveyor űrszondánál még nem álltak földkörüli parkolópályára, tehát valóban tényleg azt várták meg indítási ablaknak, hogy megfelelő irányban legyen a Hold, úgyhogy direkte a Földről egyetlen egy rakétagyújtással, mármint a Centaur fokozat egyetlen gyújtásával parkolópályára állás nélkül el lehessen indulni a Hold felé. De most az út a Holdig az 3 napig tartott, és akkor itt jönnek az érdekesebb dolgok.
Mert hát elérkezik, aztán ugye egyébként 66. május 30-án volt a start a floridai Cape Canaveralről, minden rendben volt, érdekes módon, tehát ez volt a legelső ilyen Surveyor űrszonda, és akkor megkezdődhetett a leszállási folyamat 3 nappal később. Ezt megjegyzendő, hogy a mostani űrszondákkal éles ellentétben a Surveyor az nem állt előtte hold körüli pályára, hanem föl a Földről, le a Holdra. Tehát ez egészen egyszerűen az történt, hogy a Hold felé volt célozva az űrszonda, nem volt előtte Hold körüli pályára állás, és volt egy radarrendszer, vagyis hát 2 radarrendszer volt a szondán. Az egyik az érdekes módon a főfékező hajtómű harangjának a belsejében volt elhelyezve. A fő fékező hajtómű, ami pedig a legbrutálisabb fékezést volt hivatott végrehajtani, az egy szilárd hajtóanyagú rakéta volt, amit a Morton Thiokol fejlesztett ki, ami egyébként ugyanaz a cég, ami később a híressé vált Space Shuttle-féle szilárd hajtóanyagú hordozórakétát is fejlesztette ki, aminek a hibája vezetett ugye a Challenger katasztrófához, de hát ez sokkal később történt, szóval innen lehet ismerős a cégnek a neve, és hát egy 91 cm átmérő ilyen gömb alakú szilárd hajtóanyagú rakétával megtömött, lényegében fékező fokozat volt beleszerkesztve az egésznek a belsejébe, ami 40 másodperc, ugye a szilárd hajtóanyagú rakéták arról nevezetesek, hogyha egyszer bekapcsolja őket az ember, akkor égnek, és utána nincs kikapcs. Tehát nem lehet újraindítani, vagy szabályozni, vagy ilyesmi. Az megy, aztán utána kész. Egyszer begyújtod, nem lehet kikapcsolni. Hát ilyen volt a Surveyornak a fő fékező hajtóműve. És hát, hogy azt mikor kell bekapcsolni, ugye azt egy olyan radar mondta meg, ami a felszín feletti magasságot mérte, de hát hogyan? Hát először is ugye az van, hogy ez egy radar altiméter, ami azt jelenti, hogy ez a csodálatos, hogy ez teljesen analóg rendszer volt. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Surveyor űrszondában lényegében analóg áramkörök voltak, nem volt rajta szokásos értelemben, de digitális fejezete számítógép nem volt rajta. Analóg áramkörökkel ment minden. Tehát először is a radar hogyan határozza meg a magasságot? Ugye van egy frekvencia modulált jel, ami azt jelenti, hogy lényegében a jelnek a frekvenciája, hát hogyha ez egy hang lenne, akkor azt mondanánk, hogy hangmagasság, ugye, de hát rádió hullámról van szó. Hangmagasság lenne, akkor tehát ilyen jeleket küld, ami tehát folyamatosan emelkedő frekvenciájú, és akkor az visszaverődik egyébként valamennyi a Holdról, és akkor azt is veszi a radar. Ugye így működik a radar, de nyilván valamekkora késéssel, mert hát ugye a radarnak is van egy, tehát a fénysebességgel terjedő rádiójelnek, ami a radarból kijön, annak is van egy véges futási ideje, így aztán amikor az visszaér, akkor az éppen a visszavert jel a kimenőhöz képest, ami nyilván a kimenőhöz képest egy másik úgymond hangmagasságnál tart, tehát ezt küldöm ki, visszaverődik valamennyire később az, hogy megint csak, és akkor a kettőt össze lehet mixelni egy teljesen analóg áramkörrel, és meg lehet határozni a frekvencia különbséget. És ismerve a kimenő frekvencia modulált jel alakját és ezt a különbséget, bizony meg lehet határozni azt, hogy mennyi a futási idő a kettő között, és a futási időből megvan a távolság. És ezt teljesen analóg módon meg lehet csinálni, tehát így működik a radaros magasságmérő. Na most azért mondom, hogy egyrészt volt ez a magasság beállító radar, ami érdekes módon még egyszer a fő hajtóműnek a harangjában kapott helyet, ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy bekapcsolták a fő fékező hajtóművet a Hold felszín fölött, ha jól emlékszem, 60 kilométerrel, akkor az ki is repült belőle, és a leszállás későbbi szakaszához aztán meg van még egy teljesen másik radarrendszer, amit a leszálláshoz használt az űrszonda. Na most onnantól kezdve, hogy megtörtént ez a gyújtás, és elkezdett 40 másodpercig égni ez a szilárd hajtóanyagú rakéta motor,
onnantól kezdve a szonda már nem kapott, már és még nem kapott radarjelet, hiszen ezt az első számú nagy radarantennát már lefújta maga a hajtómű, és akkor ment a leereszkedés. A szonda a helyzetét, vagyis hogy a lábak előre nézzenek a hold felé, azt lényegében teljesen vakon, csak a pörgetjükön alapuló tehetetlenségi orientációs rendszerével tartotta. Tehát, hogy a pörgetjüknek megfelelően tartotta az irányt, bízva abban, hogy az nem állítódik el útközben annyira, hogy valami teljesen rossz irányba áll a szonda, és csodálatos módon az történt, hogy ezzel nem is volt ilyen gond. És aztán végül a leereszkedés végső szakaszában néhány kilométerrel amikor leállt a 40 másodperc letelt, akkor a szilárd hajtóanyagú rakéta ugye leállt, és onnantól kezdve az volt, hogy azt ledobták. Tehát azt a gömb alakú izét, amiben volt a szilárd hajtóanyag, a tartályt meg a fúvókát magát, azt így leengedték, tehát ez leesett a holdra, és bocsánatot kérek, ekkor az űrszonda a hold felszíne fölött olyan 7 kilométerrel volt, amikor befejeződött ez az égés, a 40 másodperc, tehát a 40 másodperc alatt tehát a 40 másodperc úgy kezdődött, hogy 75 kilométer magasan kapcsolódott be ez a fékező rakéta, és amikor ledobták, akkor végül a 7,6 kilométer magasan volt az űrszonda, tehát már sokkal közelebb, akkor ledobták ezt a főfékező hajtóművet, természetesen ne aggódjunk, mert van még egy másodlagos hajtóműrendszer, aminek három folyékony hajtóanyagú rakétája volt, rakétafúvókája, és volt egy pici negyedik, ami a forgást tudta, tehát az űrszonda forgatását tudta megoldani. És az a csodálatos az egészben, hogy ezek csinálták az utolsó 7,6 kilométeren a lassítást, de megint csak hogyan, meg hogy állították helyzetbe az űrszondát. Hát itt lépett életbe a második radarrendszer, amikor már ilyen néhány kilométerre voltak a felszíntől, akkor bekapcsolódott a második radarrendszer, ami három különböző irányba néző, három radar nyaláb volt lényegében, sőt négy, mert itt is volt egy, ami közvetlenül lefelé nézett, és az ugyanúgy, mint ahogy előbb elmondtam, ilyen frekvencia modulált jeleket küldött ki, és az megint egy radaros altiméter, tehát egy magasságmérő volt, ezúttal már a hold közelében működő változat. De a három másik, az nagyjából az ereszkedés irányához képest egymást, tehát a helyi függőlegeshez képest 45 fokban néztek három különböző irányba, fölülről nézve egymáshoz képest 120 fokos irányokba, tehát mint egy Mercedes logó, három irányba nézett a három radarnyaláb, és 45 fokban régen lefelé a felszínre. Ezek meg Doppler radarok voltak. Itt ugye az az ötlet, hogy amikor a szonda szépen függőlegesen ereszkedik, ahogy kell neki, akkor mind a három irányból ugyanazt kapja a szonda a Doppler jelben. Mit jelent a Doppler jel? Ugye azt jelenti, hogy amikor mozog a rendszer, és kiküld egy rádiójelet, és a rádiójel visszaverődik, de mi ahhoz képest mozgunk, akkor ugyanúgy, ahogy a mentőautó esetében halljuk, hogy amikor közeledik, akkor magasabb a hangja, amikor távolodik, akkor mélyebb, hát ugyanez a helyzet a radar hullámokkal is, és megint csak a frekvencia eltérésből egy teljesen analóg áramkör ki tudja számolni a sebességet. És itt van ugye három irány, és itt a három irányhoz képesti sebességet lényegében a felszínről visszapattanó jelek alapján meg lehet határozni. Hogyha a sebesség mind a három 45, egymáshoz 120 fokban álló és a felszínhez képest 40 fokban álló radarnyalábról visszaverődő jelek mind-mind ugyanazt a Doppler eltolódást mutatják, akkor az azt jelenti, hogy szépen függőlegesen ereszkedik a szonda, és nem kell mit csinálni. Hogyha valamelyik mást mutat, akkor az azt mondjuk az egyik egy nagyobb Doppler eltolódást mutat a magasabb frekvenciák irányába, míg a másik kettő az egy eltolódást mutat az alacsonyabb frekvenciák irányába, akkor látjuk, hogy az űrszonda abba az irányba megy, vagyis nem függőlegesen ereszkedik. Ebben az esetben korrigálni kell a helyzetet. És ezt mind-mind ezek alapján, a különbségek alapján ilyen rendesen tranzisztorokból összeszerelt, teljesen analóg áramkörök segítségével szabályozta a szonda. És csodák csodájára ezzel a módszerrel tökéletesen sikerült már elsőre leszállni. Ez egészen elképesztő.
Persze a szonda maga jó masszívra volt tervezve, meg szépen az alján volt a súlypontja, meg minden, aztán ez később jól is jött, mert például a Surveyor 3-nak a leszálláskor valami miatt nem kapcsolt ki a rakétahajtóműve, és aztán az még felpattant később, 1967-ben, a harmadik Surveyor szonda, és az felpattant, és aztán még egyszer felpattant, tehát az lényegben háromszor szállt le a Holdra az az űrszonda. A Surveyor 1 az elsőre leszállt, és ez teljes mértékben hihetetlen volt, mert hát az amerikaiak maguk is elcsodálkoztak, főleg a Ranger program kudarcai után, hogy 1966. júniusában első próbálkozásra sikerült elérniük a Holdat ezzel a nagyon okos és teljes mértékben analóg technológián alapuló rendszerrel. Tehát itt óriási kreativitás volt ebben a JPL-es csapatban, meg nyilván egy nagy adag szerencse is kellett, mert például a Surveyor 2 az például nem működött, aztán a 3 az működött, ami azért volt jelentős, mert a Surveyor 3 egy olyan helyen szállt le, a Viharok óceánja nevű területén a Holdnak, ahol aztán később konkrétan mellé leszállt az Apollo 12 két évvel később, és annyira pontosan sikerült a leszállás, hogy az űrhajósok szépen át tudtak sétálni, néhány 10 méternyire szálltak le a Surveyor 3-tól, átsétáltak, és leszerelték róla néhány fontos felszerelését, például a talajt kapirgáló kanalat, és az már emlegetett csodálatos tükrös antenna rendszert, amit vissza is hoztak a Földre. Ugye itt van ez az, hát az űrkutatáson belül városi legenda valójában, mert tudományos cikkben, mint kiderült, ezt nem publikálták, hanem csak laborjegyzőkönyvben szerepel, és többen megkérdőjelezték a valóságtartalmát, de éppen a Surveyor 3-nak köszönhető egyébként az a felfedezés, hogy ahogy ugye visszahozták az űrhajósok a kamerát a Holdra, a Holdról két évvel később, és utána a laborban megvizsgálták, hogy hát mi minden történt ezzel a kamerával az elmúlt két év alatt, és akkor fedezték fel, hogy betokosodott állapotban, vagyis hát hibernált állapotban Streptococcus mitis nevű gömb alakú baktériumok vannak a kamera belsejében. És hogyha azokat megfelelő körülmények közé tették, akkor azok meg életképesnek bizonyultak, és elkezdtek újra szaporodni. Tehát innen jött ez a teljesen véletlen felismerés, hogy úgy látszik, nem sikerült megfelelően sterilizálni az űrszondának minden részét 1967-ben, azok aztán a bacik ott két évig eléldegéltek a Holdon, vagyis hát nem éldegéltek, hanem hibernálva voltak, de túlélték, és ezért aztán, amikor a Földre visszakerültek, akkor újra tudtak szaporodni. Hát ez mindenképpen egy nagyon érdekes eredmény. Ma már mondom, többen vitatják, annak ellenére, hogy egyébként egyáltalán nem lehetetlen a dolog, tehát simán lehet, sőt azóta magasabb rendű szervezetek, például medveállatkákról is kiderült, hogy nagyon sok időt ki tudnak bírni ilyen hibernált állapotban, a kozmikus sugárzásban és a vákumban, meg ilyen körülmények között, tehát elképesztő. De úgy tűnik, hogy azért nem perdöntő, hogy itt az Apollo 12 Surveyor 3 sztoriban itt tényleg ez történt, tehát simán lehet az is, hogy utóbb került oda az a Streptococcus, ez már utólag ezt többen kétségbe vonták. Egy biztos, ez egy ilyen érdekes történet, és akár igaz is lehet. Persze a Surveyornak nem csak ezt köszönhetjük, a Surveyor 3 tehát sikeresen leszállt, a Surveyor 2 és a 4 az nem volt sikeres, de a többi igen, az utolsó az a Surveyor 7 volt, ami az első olyan leszállást produkálta az amerikaiaknál, ami messze volt a holdi egyenlítőtől. Ugye köszönhetően annak, hogy a Surveyorok úgy repültek, hogy nem álltak előtte hold körüli pályára, mint amúgy később például az Apollo űrhajók. Ebből aztán az is következett, hogy a Holdnak lényegében bármelyik pontját be lehetett célozni, és hát aztán a Surveyor 7-nél el is fogadták ezt a kihívást, és a Tycho, vagy Tycho, hát mindegy, dánok úgy mondják, hogy Töige, azt hiszem. Szóval a Tycho Brahe dán származású csillagászról elnevezett kráter, amit az amerikaiak következetesen Tycho-nak mondanak, annak a Perem vidékén landolt a Surveyor 7, a Hold déli féltekéjén. Egészen a közelmúltig, amíg az indiaiaknak nem sikerült a Chandrayaan 3-mal a leszállás a Hold déli sarka közelében, amit most ez az Odysseus megismételt, sőt, az még közelebb ért Holdat, a déli pólushoz. Egészen addig ez a 1968. januári utolsó Surveyor volt a legdélebbi pont, ahol ember alkotta ezt, közel érte a Holdat. Tehát a Surveyor program az érdekes, sikeres volt, de egyáltalán nem olyan technikákkal értékezte el, amiket manapság használnak, hanem tényleg teljes mértékben analóg módszerekkel, de működött. Szóval
rejtélyes és érdekes, de még egyszer, ez inkább a kivétel, mint a szabály, és persze itt is láttuk, hogy a Surveyor 2 és a Surveyor 4 es sikertelen volt, de hát a Ranger űrszondák azok nagyon gyakran pórul jártak, ugye emlegettem a szovjeteknek a Luna próbálkozásait, a 13-ra sikerült leszállni a Holdra, szóval azért nem lett ez annyival egyszerűbb, és hát a Surveyorban felhalmozott tudás az meg nem olyasmi, amit most így direktbe lehetne használni, mert most már azért más céljuk vannak, most már nem az van, nem az a feladat, hogy valahol elérje a szonda a Holdat, hanem hogy nagyon precízen, mesterséges intelligenciát akár használva betegebb terepeken leszállni, megnézni, hogy olyan helyre leszállni, ahol tele van sziklákkal, és akkor a szonda találjon magának egy zsebkendőnyi helyet. Tehát annak idején egyáltalán nem voltak ilyen célok, hanem direkt igyekeztek direkt lapos leszálló helyeket kijelölni, és hát ennek megfelelő, ennek is részben köszönhető ez a sikeresség, meg hogy egyáltalán ilyen analóg műszerekkel, lényegében kizárólag a radarokkal, meg a radarjeleket összeadogató, illetve diszkrimináló áramkörökkel és ilyen vezérlőrendszerrel meg lehetett próbálkozni a Holdra szállással emberek nélkül. Na, hát véget ért a szokolébresztő, remélem azért érdekes volt ez a kis történelmi visszatekintés, és segít kontextusba helyezni azt, hogy miért nem megy minden most, amikor már 2024-et írunk, amikor a 60-as években sikerült, hát ami akkor sikerült, az valami teljesen más volt, mint ami manapság történik, de kétségtelen tény, hogy elérték a Holdat ezek az eszközök, mi pedig elértük az adásidőnknek a végét, úgyhogy hát köszönöm szépen a figyelmet, pánikszerűen elhagyom a stúdiót, szokolébresztő legközelebb 2 hét múlva lesz természetesen, ugyanitt, és akkor is várok mindenkit, addig pedig jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.